Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, minden kedves közreműködőnket is. Hadd köszöntsem külön Petrás Máriát, Talján Maria, Széjes Imrét, akik előadó művészként működnek közre, és hadd köszöntsem mindenek előtt azt a vendégcsapatot, aki most a mai napon itt az Aracsecs bemutatkozásán tulajdonképpen az egész mai irodalmi estnek a lényegét adja. Bata János főszerkesztő urat, Jurkovics Hunor képszerkesztő urat, Gubás Jenő urat, a folyóirat alapítóját, szerkesztő, és Gubás Ágotát, aki a lapnak ma is az egyik lelke, olvasó szerkesztője. Ez az alkalom a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóiratának, ha kezdetektől nézzük, 6. száma, ha pedig az idei évet tekintjük, akkor a 2016-os esztendő, a 2. évfolyam első estje. Idén is, ebbe a fél évbe is még 2 további estet tervezünk, és erre majd mindenkit ismét most is, és ismételten is majd szeretettel meghívunk a Bárka folyóirat bemutatkozására, és Vati Zsuzsának egy irodalmi, egy próza estjére, rövid próza estjére, novella estjére szeretnénk sort keríteni. Én pedig akkor most nem szaporítom a szót, a kis beköszöntő után egy olyan leoltják a villanyt, és egy olyan filmvetítés, diavetítés következik, amely egyrészt Gyurkovics Hunor művész úrnak a festményeiből ad egy kis ízelítőt, másrészt pedig az Aracs folyóirat dokumentumaiból, borítóképeiből perget le néhányat. Utána pedig Petrás Mária énekével fog folytatódni az est, azt követően pedig átveszi a vezetést Bata János főszerkesztő úr, az est házigazdája, és onnantól kezdve aztán a műsor folytatódik a maga rendje szerint. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a jelenlévő kedves közönséget. Gyurkovics Hunor vagyok, az Aracs folyóiratnak a képszerkesztője, így mondhatnám. Itt láthatjuk az aracsi puszta templomot, amelyet talán még Szent István építetett közel 1000 évvel ezelőtt, amely az Aracs lapunknak a szím adója, tudnélik. Na mostan a következőkben láthatunk még néhány Aracs képet, amelyek az én munkáim, paszterképek. Ha szabad, akkor tovább mehetünk. A nagy pusztában áll ez a romtemplom, és ez egy ilyen ábrázolás. Lehet, hogy a fénykép nem tökéletes, de hát elnézést kérek miatta, mert tovább. Igen, hát ezek... Sorba lehet bemutatni a többit is. Ezek az én ábrázolásaim az épületről, kívülről és belülről. Tekintettel arra, hogy nagyon megihletett ez az ősi építmény. Az Aracs folyóirat megformálását rám bízták. Ez lenne a fejléc, az Aracsnak a újabb fejléce. Hogyha tovább megyünk, akkor majd mondom, az Aracs fölirat, azt tudnélik a rovás írás, hogy mondjam, ból fakad rovás írás jelekből. Ez volt az első számunk, ahol még rajz formában adtam meg az Aracsot. Továbbá ez egy grafika, szintén ugyanarról az építményről, ugyebár, és a 6. számig ez volt a címlapunk, tehát 3 változatban jelent meg a címlap, ez volt a 2. változat, és ezek a lapok, amelyek megjelentek ilyen címlappal. Na, ez az első lap, amely
már az új formában jelent meg, ami mai napig is használatos nálunk. És mindig fölkérünk egy-egy kollégát, egy-egy művészt, akinek az alkotásaival díszítjük a lapunkat. Ez volt az első évfolyam, első szám, az Aracsi puszta, Romtemplom, Gyurkovics Hunor, illetve az én munkám. Ezenhúz Ferenc művész úrnak az alkotásait látjuk a következőben. Egy pillanat, igen. A 150 éves évfordulójára adtuk ki ezt a lapot. Szent László üldözőbe vette a Kunt, ez a címlapon, a hátlapon pedig Zentai csata, valamint a milleniumi díszmenet látható. Ez volt a hetedik lapunk, a nyolcadik évfolyam harmadik lapja, a nagybányai művésztelep anyaga. Pehány József, nagybányai táj a címlapon, és Zsénár Emil parkrészlet a hátlapján. Következő a 9. évfolyam, 4. szám, Makovec Imre építésznek az alkotásai vannak benne, emléktorony makett a címlapon, és római katolikus templom Pakson a hátlapon. Következő a 10. évfolyam, 3. szám, Jeges Ernő festőművész alkotása. Első oldalon Szent Imre, a volt budai Szent Kollégiumban. A hátlapon Szent Borbála oltárkép látható. A következő a 11. évfolyam első számú munkánk, kiadványunk. Fújkin István, Kanadában élő délvidéki művész kollégánknak az alkotásaival van díszítve. Magyar rapszódia, variációk a magyar nemzeti himnuszra a címlapon, a hátlapon pedig hagyományok pásztora, variációk a magyar népzenére. Továbbá a 12. évfolyam 4. száma Gyurkovics Hunor akvarell, illetve pasztell munkája a Szabadkai Városházáról. Azt tudjuk, hogy a Szabadkai Városházát Lechner Ödön tanítványai, Komor Jakab és Marcel Dezső építették, illetve alkották, és a világörökség részéhez tartozik. A következő, 13. évfolyam, 2. szám, Prokop Péter festőművész alkotásai. Kereszt áldozat a címlapon, kereszt áldozat a magyar szentekkel, amely Rómában van, amely alkotás Rómában van. A második a hátlapon, Uram irgalmazz, Róma Szent István ház, kápolna freskója. És továbbiakban a 14. évfolyam Barcsai Jenő alkotásaival van díszítve, Szentendrei dombok és Szentendrei kapuk, terv a Szentendrei mozaikhoz. A 15. évfolyam 3. száma Szervácius Tibor szobrászművész alkotása, Szabadkai emlékműterv, amely nem valósult meg a mai napig, a hátlapon pedig Trianon. A következő a 16. évfolyam első szám, ez az ezévi termésünk, ahol Petrás Mária kerámikus művész alkotásai láthatók. A címlapon Napba öltözött Baba Mária, a hátlapon pedig Csángó asszonyok a feszület alatt. És végül ez a jel, ugyebár a címlapról, amely Szent Istvánt ábrázolja. Köszönöm szépen, meghallgattak.
Kezdeném egy nagyon régi ima részlettel, Szent Istvánnal, és mind részletek egy kicsi csokrot. Jen, Uram, jen, Istenem, mikor ingem teremtél, szent lelkedvel szenteltél, szent véredvel megváltottál. Megzsendítik-e harangokat, kigyűlnek-e az angyalok, kimegyek-e Kalvári hegyre, látom ott a vízeket, kivirágodzva, kileveledzve, szent misze felvirágodzva, beléje ül Szűz Mária, beléje ül Szűz Mária. A Szent István dicsértessék, mennyi is földön tiszteltessék, de főképpen nálunk ma, mint magyarok is tapja. Boldogságos Szűz anyánknak, mint magyarok a szonyának. Feláldoztott hazánkat, szenteltett koronánkat. Kérünk mind a apostolunkat, és az első királyunkat. Szent István néz mennyből le, a szép magyar népedre. Uram, irgalmazd nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk. Uram, irgalmazd nekünk, Krisztus hallgass meg minket. Uram, irgalmazd nekünk, szentséges Szűz Mária, Krisztusnak szent anyja, szent Szűzek, szent Szűzek, magyarok királynéja, könyörög érettünk. Jó estét kívánok én is mindenkinek, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, és kedves barátaim, talán mondhatom ezt is. Mindenek előtt nagyon szépen köszönjük a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának és a tagozat vezetőinek, Mezei Katalin asszonynak, hogy itt lehetünk. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra. És nagyon szépen köszönjük az előadó művészeknek is, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy műsorunkban föllépnek, részt vesznek a mi kis összeállításunkban. Talán nem veszik zokon, hogyha annyit mondanék még mielőtt kis dolgozatomat felolvasnám, hogy a szerkesztőség másik két tagja is itt található, akikről ma még nem esett szó. Kérem, fogadják szeretettel Mihályi Katalint.
és Mirnics Károlyt is. És a szerkesztőségünknek még egy tagja van, Utasi Jenő atya, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott itt lenni, de neki köszönhetjük azt, hogy itt lehettünk, ami az utazást illeti, tehát ő volt az, aki segített bennünket abban, mint ahogy már annyiszor a másfél évtized alatt, hogy eljuthattunk ide önökhöz. És hát ahogy a közönség sorai között végignézek, nagyon sok olyan arcot látok, akiknek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán az Aracs létezik, hogy az Aracs olyan, amilyen. Nagyon remélem, hogy senki nem veszi zokon, hogyha azok közül a nagy tiszteletre méltó szerzőink közül, most két nevet említek meg, és senki más nem, de mindannyian remélem megértik azt, hogy éppen őket, kettőjüket emelem ki. Kérem, köszöntsék szeretettel Prokop Mária professzorasszonyt. És Kapdebó Lórán professzor urat. Aki félig meddig betegen is vállalta azt, hogy eljön ide közénk, és itt van velünk. Mezei Katalin asszonnyal, amikor előzetesen egyeztettünk a mai estről, én úgy fogtam föl az egészet, hogy ez tulajdonképpen egy műsor kell, hogy legyen, egy megrendezett műsor, bizonyos időhatárok közé szorítva. Ezért talán nem veszik zokon, hogyha kissé ilyen műsorosra sikeredett a bemutatkozónk, vagy sikeredni fog a bemutatkozónk, tehát az, amit el szeretnék mondani, az le van írva, föl fogom olvasni, mert tartani kellett magunkat bizonyos korlátokhoz, és hát ugyanezt fogja megtenni majd szerkesztő társam Gubás Ágota asszony is. Tehát akkor kérem, hallgassák meg dolgozatomat, aminek a címe az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, a Kárpát haza magyarságának szabad fóruma. Előzetes egyeztetések után a Gubás házaspár kezdeményezésére 2001. március 20-án Gubásék szabadkai otthonában összegyűlt néhány ember azzal a szándékkal, hogy a délvidéki magyarság Szerbiába szakított részének érdekében valamit tegyen. A jelenlevők Gubás Ágota és Jenő, Mirnics Zsuzsa és Károly, Tari István, Utasi Jenő, Vajda Gábor és Bata János egyetértettek abban, hogy tevékenységüket írásban fejtsék ki, azaz folyóiratot szeretnének megjelentetni. A vállalkozás nem volt kockázatmentes, hiszen alig múlt el másfél év a Szerbiát ért bombázások után, kiszámíthatatlan volt a hatalom és a többségi környezet reakciója egy magyar lap esetleges megjelenésére, és emellett még pénz sem volt akár a nyomdaköltségek fedezetére is. Utasi Jenő atya, a tótfalusi Lógosz grafikai műhely igazgatója, vállalta a folyóirat költségmentes nyomtatását, ami óriási segítséget jelentett a lap indulásához. Még ezen a találkozón a jelenlévők elfogadták Tari István ajánlatát, miszerint az induló lap neve legyen Aracs. A név nem csak amiatt volt helyénvaló, mert a lap alapítását az Aracs Társadalmi Szervezet a Művelt Faluért nevű szabadkai civil szervezet vállalta föl, melynek elnöke dr. Gubás Jenő, hanem azért is, mert az Aracsi Puszta templom a délvidék egyik jelképe. Az ezer éves múltra visszatekintő templomrom olyan, akár a délvidéki magyarság, az évszázadok pusztítását magán viseli, már tető sincs fölötte, de mindenféle rombolás ellenére mégis ott áll, még ha magányosan is, a puszta, a nagy semmi közepén. Az akkor fölvázolt elképzelések szerint a szerkesztőség 12 tagból állt volna. Azért ilyen sokból, hogy már ezáltal is növekedjen a munkatársakkal és az olvasókkal való kapcsolattartás esélye, hiszen a 12 személyt a szerbiai délvidék különböző pontjairól válták a lapalapítók. A szerkesztőség alapító gyűlésére 2001. április 27-én került sor, ugyancsak Gubásék szabadkai házában. A meghívottak közül Cirkl Zsuzsa Zomborból, Gubás Jenő is Ágota, valamint Gyurkovics Hunor Szabadkáról, Marcsók Vilma Nagybecskerekről, Tari István Óbecséről, Tomán László Újvidékről, Utasi Jenő Tótfaluból, Vajda Gábor Szabadkáról és jómagam Horgosról érkeztem.
Az entai Hajnal Jenő, az adai Hódi Sándor és az újvidéki Mirnics Károly egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva nem vállalták sem az alakuló szerkesztőségi ülésen való részvételt, sem a későbbi szerkesztőségi munkát. Itt megjegyezném, Mirnics Károly későbbiekben nagy örömünkre csatlakozott a szerkesztőséghez. És azt is hozzátenném még, hogy Hódi Sándor pedig rendszeresen jelen van a folyóiratunkban, jelen volt korábban is, és mind a mai napig publikál, mind ő, mind kedves felesége, amit most is megköszönünk innen erről a helyről. A megjelentek Utasi Jenőt választották főszerkesztőnek, Vajda Gábort felelőszerkesztőnek, Gubás Ágotát lektornak, Gyurkovics Hunort pedig képzőművészeti szerkesztőnek. Tomán László felvetette azt, hogy nem új lapot kellene létrehozni, hanem az újvidéki hidat kellene úgymond elfoglalni, mivel Tomán szerint az akkori szerkesztőség jogtalanul bitorolta ezt a nagy, múltra visszatekintő folyóiratot. Tomán elképzelését senki nem támogatta, mert a partizán akciónak tűnő szerkesztőségi foglalásnak semmilyen reális alapja nem lett volna, ezen fölül a híd olyan kommunista múlttal bírt és bír mind a mai napig, amilyet Tománon kívül senki nem akart fölvállalni. Ezután egyhangulag elfogadták a lap címéül az Aracsot, alcíméül pedig a Délvidéki Magyarság közéleti folyóiratát. 2001-ben a délvidék kifejezés még alig élt a köztudatban. Helyette a vajdaság szót használták, ami természetesen a délvidék szláv vonatkozásait tükrözi. A szerbek egyik nagy sikere az általuk szerb vajdaságnak nevezett délvidéki terület megszerzése Trianonban. Az Aracs szerkesztőségének és magának a lapnak nagy szerepe volt a délvidék szó újbóli elterjedésében, mára újra a köznyelben szerepel határokon innen és túl, kifejezve az egyetemes magyarsághoz tartozó vidék és a terület magyar lakóinak magyar identitását. És egy zárójeles megjegyzés, az Aracs első szabadkai bemutatkozása kapcsán a helyi szerb napi lap, a Subotičke novine, tudósítója egyebek mellett ezt is felrúgta a szerkesztőségnek, hogy olyan alcímmel jelenik meg a lapjuk, amelyben a fasiszta Horthy korszakot jelölő kifejezés is benne van. Zárójel bezárva. A lap indulásánál szólni kell még Gyurkovics Hunor grafikus és festőművész munkájáról, amit a lap arculatának képzőművészeti kialakításában megalkotott. Hát erről ő már beszélt némileg, és most én részletesebben elmondanám, hogy a borító első és hátsó oldalán a puszta templom linómetszetének lenyomata található. Ez a kép, ahogy hallottuk, megmaradt egészen 2006-ig, amikor is a folyóirat színes fedőlapot kapott, és attól kezdve minden szám egy-egy magyar művész alkotásait mutatja be a külső és a belső borítókon. Ettől két esetben tértünk el. Egyik eset az volt, amikor Kisteleki Ibolya asszony, akit úgy szintén a közönség között köszönhetünk, rendelkezésünkre bocsájtott a gyűjteményének egy részét, és nem egy szerzőtől, hanem több szerzőtől mutattunk be alkotásokat. A másik esetben pedig egy fölvidéki művésztábor alkotói adták a képanyagot a folyóiratunkhoz. A stilizált rovásíráshoz cím mellett Szent István arcképe látható. Az arckép, mint ahogy ezt láthatják is, nem csak egy portré, hanem annál sokkal több. A fej alakját a tökéletesség jelképe, a kör öleli körbe, de ez a kör ugyanakkor a nap, a hold és a világ, azaz a föld, belőlük mint egy kinőve a kettős kereszt. Az arc, a bajusz és a haj valójában két egymással érintkező fecske, a lélek szentséges madara, amely a lelkeket, lelkeinket viszi csőrében a világok között. A címoldal felső negyedének bal oldalán a megjelenés dátuma, a jobb oldalán az évfolyam és a lapszám található. Minden belső lap tetején az aktuális írás címe, a lap alján az Aracs és a Szent Istváni arckép, valamint a lapszám és az évfolyam látható, illetve olvasható. Annak ellenére, hogy az Aracs első számai Utasi Jenő atya és a katolikus egyház jóvoltából és segítségével jelenhettek meg, a lap nem tekinthető egyházi kiadványnak, ezt egyébként sem Utasi atya, sem az egyház soha nem is kérte.
viszont a lap szellemisége az egyetemes keresztény, illetve keresztjén értékrendre épül, amely elutasít minden szélsőséges megnyilvánulást, legfőbb értéknek az embert, az emberi életet és az élet méltóságát tekinti, és meggyőződéssel hirdeti, erre az emberi méltósággal élt életre és élethez mindenkinek egyaránt joga van. Az Aracs első száma 2001. augusztus 20-án került az olvasók elé, az évi 4 lapszám 2006 óta március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án és október 23-án jelenik meg. A szerkesztőbizottságnak az indulás kezdetén csupán a délvidéki magyarságban lehetett gondolkodnia, elsősorban az anyagiak hiánya miatt, meg azért is, mert először önmagunkkal, a mi kibeszéletlen, elhallgatott, elhallgattatott, eltitkolt, elhazudott, meghamisított múltunkkal és jelenünkkel kellett foglalkoznia, és ezeknek a föltárásával, egyes örök igazságoknak hazudott dogmák újraértékelésével, vagy akár lerombolásával pedig valamilyen jövőképet kellett felvázolnia. Ez a folyamat 15 év elteltével is befejezetlen, mi több, mára a délvidéken kívül élő munkatársaknak köszönhetően már a Kárpát hazában élő magyarság az Aras szellemiségét magáinak valló része otthon van a labban. Szabadon oszthatja meg gondolatait az újra fölismert, fölfedezett testvériség szellemében. Az Aracs indulásakor az egykor jugoszláv, majd szerb kommunista elkötelezettségű honi értelmiség, amely az újvidéki magyar tanszék körül és a tanszékben összpontosult, zárójeles megjegyzés ismét, ez alapján mindenki számára világos, magyar ajkú és általában magyarul alkotó emberekről van szó, zárójel bezárva, azonnal megtámadta a lapot. A legfőbb vád a szerkesztőség ellen a túlzottnak mondott magyar eszmeiség volt, de még ennél is tovább mentek, magyar nacionalistáknak nevezték a szerkesztőség tagjait, olyanoknak, akik csak önmagukkal vannak el a saját kis koszos, köldöknéző vidékiességükben. Mivel azonban igazi fogást nem találtak a lapon, azaz a benne megjelenő írásokon, ezért a támadás helyett a megsemmisítő hallgatást és az elhallgatást választották, ahhoz azonban már nem volt hatalmuk, bár nagyon szerették volna, hogy az Aracsot elhallgattassák. A bolsevik eszmékből ki és felnövő liberális kozmopolita tanoncok az Aracs 15 éve alatt ezeket a magyarkodásnak mondott bűnöket időnként elővették, de dicstelen tanítómestereikhez hasonlóan hősies tetteikkel csak saját belterjes köreikben arattak sikert. Vajda Gábor váratlan halála 2008-ban fölbecsülhetetlen veszteséget jelentett mind az Aracs szerkesztősége, mind az egyetemes magyar irodalom és művelődéspolitika számára. Konok, megalkuvást nem tűrő, de az észszerű kompromisszumra hajló személyisége meghatározó volt a lap arculatának kialakításában. Nélküle sokkal nehezebb megmaradni azon a nemzeti úton, amely nem ismeri el a nagyhatalmi diktátumok által kikényszerített megosztottságot, hanem erejéhez mérten ez ellen a megosztottság ellen küzd, mert tudva lévő, a nemzet minden mai baja Trianonig vezethető vissza, Trianonban gyökerezik és abból ered, következésképp csak is a trianoni trauma föloldásával kezelhető és orvosolható. Mindaddig, amíg ez meg nem valósul, az Aracsnak úgy és olyannak kell megmaradnia, mint amilyen volt a több mint másfél évtizedes létezése óta, össze kell gyűjtenie és teret kell adnia a Kárpáthaza minden olyan gondolkodójának, aki szerint a nemzet egy és oszthatatlan. Köszönöm, hogy meghallgattak. Vajda Gábor fölkérő levele. Tájékoztatjuk, hogy 2001. március 20-án kisebb értelmiségi csoport gyűlt össze Szabadkán, dr. Gubás Jenőjék lakásán folyóirat alapító szándéktól vezérelve.
A jelenlevő Bata János, Gubás Jenő és Ágota, Mirnics Károly és Zsuzsa, Utasi Jenő, valamint Vajda Gábor egyetértett abban, hogy végső ideje egy olyan folyóirat megindításának, amely kizárólag a délvidéki magyarság fönnmaradását és ennek érdekében a kultúráját szolgálná. Az elképzelés szerint a folyóirat az Aracs nevet viselni. Ez azért lenne helyenvaló, mert e név által eredetileg jelölt pusztatemplom a délvidéki magyarság 1000 éves itt létének, sőt, kultúrája alapjellegzetességének is a szimbóluma. E művelődési emlék önmagában is kötelez bennünket egy keresztény szellemi folyóirat megindítására. Viszont annak dacára, hogy a lapot a tótfalusi Logosz nyomda és könyvkiadó adná ki, Utasi atya és a katolikus egyház jóvoltából, témáink és céljaink akkor is világi jellegűek lennének, ha nagy hangsúlyt fektetnénk is az iskolai oktatás és a vallás összefüggő kérdéseinek a megoldására. Az Aracs a délvidéki magyarság közéleti folyóirataként tenni a dolgát. Jól lehet, minden jövendő cikkünk mögött valamilyen tényfedezetnek kell állnia, nem elsősorban múltértékelő tudományos munkák közlésére, hanem a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatos, néhány gépelt oldalnyi konstruktív értelmiségi állásfoglalásokra, javaslatokra, feltárásokra, kritikákra, ismertetésekre számítanánk. A jelzett szellemben született versek, illetve prózaművek közlésétől sem zárkózunk el, noha a felelős értelmiségiek cselekvésére ösztönzését elsősorban értekező próza kommunikatívabb formái szolgálhatnák hatékonyan. A többi között égetően fontos például a televízió és a rádió műsorainak, valamint a folyóiratoknak és a lapoknak, a művelődési intézmények munkájának az elmélyült elemzése, a tankönyvek szakszerű vizsgálata, a magyar iskolák megteremtésének puhatolása, a könyvkiadás kritikája, a színház politika taglalása, a korlátlan könyvbehozatal sürgetése, a falu és város kutatás folytatása, a politikusok tevékenységének mérlegelése, stb. Csupán olyan könyvismertetőt közölnénk, amelynek vagy a tárgya, vagy a kritikája, esetleg mindkettő, művelődésünk, cselekvés programunk szempontjából tanulságos. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy pártalapítási szándék lappank kezdeményezésünk mögött még kevésbé akarunk valamelyik meglévő párt eszközévé válni. Útmutató szerepünk a magyar szellemű közvélemény megteremtésében, a magyarság megmentő programok előkészítésében, a politikusok figyelmének, a nemzeti kulturális feladatokra való fölhívásában csúcsosodhatna. Olyan diagnoszták kívánunk lenni, akik a gyógymódra is javaslatot tennének. Lehetőséget adnánk a nyilvánosság előtti konstruktív párbeszédre. Eleve megbélyegzett emberek nem léteznének előttünk. Személyeskedésnek, előítéletek szerinti véleményezésnek nem lehet helye a folyóiratunkban. Ám föltétlen tekintélytisztelet elvét is elvetnénk, miközben annál inkább ragaszkodunk a nyilvánvaló érdemek megbecsüléséhez. Műveket és munkálatokat, intézményeket és egyéni vállalkozásokat, földgyorsult folyamatokat és megmerevedett állapotokat igyekszünk majd fölmérni, értékeket és hibákat tudósítva, a megoldásokat vagy nyugtázva, vagy azok helyett jobb lehetőségeket kínálva. Arra is számítva, hogy esetleg a cikkünkre érkező válasz fogja tartalmazni a helyesebb megoldást. Mindenekelőtt a körmünkre égő problémákkal foglalkoznánk, de azért művelődési, társadalmi életünknek minden jótékonyan befolyásolható mozzanata érdekelne bennünket, hiszen a magyarságnak, ha valóban fenn akar maradni, a saját fejével gondolkodva sok mindent neki magának kell csinálnia, amit eddig iszonyú áron helyette mások végeztek el. Tervünk szerint a szerkesztőbizottság 12 tagból állna. Azért ilyen sokból, hogy már ezáltal is növeljük a munkatársakkal és az olvasóval való kapcsolattartás lehetőségét.
vagyis hogy lefedhessük az egész Délvidéket. A névsor. Bata János, Cirkus Zsuzsa, Gubás Jenő, Gyurkovics Hunor, Hajnal Jenő, Hódi Sándor, Marcsók Vilma, Mirnics Károly, Tari István, Tomán László, Utasi Jenő, javasolt főszerkesztő, és Vajda Gábor, javasolt felelős szerkesztő. Alapító gyűlésünket ugyancsak Gubáséknál, első fölkelés út 20 szám alatt tartjuk, április 7-én szombaton, délelőtt 10 órakor. Kérjük, vállalja el a szerkesztőbizottsági tag szerepét, s látogasson el a körünkbe a megjelölt időpontban. Előbb azonban várjuk a visszajelzését. A javaslattevő csoport tagjai nevében tisztelettel és üdvözlettel Vajda Gábor. Szabadkán 2001. március 24-én. Bicskei Zoltán, Aracs. Nem pogány szó, még ha úgy is hangzik. A muzsikája Európa előtti, az biztos. Hites, valós időké, amire a kereszténység is ránőtt, amiből a kereszténység is kinőtt, amit a kereszténység is felemelt. A háborús évek golgotás évei alatt többen azon gondolkodtunk, milyen közösséget megtartó, szakrális szertartást lehetne, s merre a délvidéki magyarságnak kidolgozni. A keservek ugyan szinte követelték a gyors tetteket, de a szívünk mélyén tudtuk, szakralitást nem lehet szervezni. Szakrális hely és esemény csak az Úr kegyelméből születik. És született. Több irányból. Szinte önmagától fordult a délvidéki magyarság, a puszta fölé magasodó, eleddig jószerivel rejtőzködő romcsoda felé. A síkságunk megszokott lapos épületei mellett bazilikaként emelkedik ki az Alföld síkjából ez a fenséges torzó. Minden a semmiben. Nem véletlen vonzotta oda a legkülönfélébb helyekről a legkülönfélébb embereinket. Épp a boltozata hiányzik. A kukoricaföld, a tüskés akácfácskák, kórók mellett biztos alapon állnak a hatalmas, naptól pirosló falak. A felébe tört boltívek és oszlopfőmaradványok kis szoborcsonkjainak néma, soha se látott, sosem hallott hívására összegyűltek magyarink. A boltozat hiányzik. A romok fölött, az ég boltozatára nézve, évente egyszer, Szent István napja körül összegyűlnek maroknyian. Annál a Szent Istváni időkben a teremtő tiszteletére emelt, máig magasodó óriás edényénél, melynek éppen fedele, teteje nincs. Ezért kell a szertartás. Kellene, hiszen mindannyian érezzük, ez még nem az. És ezt sem lehet kitalálni, megtervezni. Ezt is szülni kell. Lehet több korosztálynak korokon keresztül. Hogy a mindenség szóljon a semmiben. Hódi Sándor, zavarodott nemzettudat. Avagy népszerűségi listák történelmünk nagyjairól a Vajdaságban. Aracs 2001. augusztus 20. első évfolyam első szám. Részlet. Nemrégiben egy tudományos tanácskozáson vettem részt, amelyben Gereben Ferenc részéről igen figyelemreméltó beszámoló hangzott el a vajdasági magyarok nemzeti és kulturális identitásával kapcsolatban. A szociológiai felmérés 2000 májusában készült, a vizsgálat tehát nem valamilyen régi tudat és lelki állapotról ad számot, hanem úgy szólván a pillanatnyi helyzet lenyomatát őrzi. A felmérés készítői a nemzeti és kulturális identitás különböző szegmentumait vizsgálva többek között arra kerestek választ, hogy vajon kik azok a mértékadó történelmi személyiségek,
akiket a délvidéki magyarok nagyra értékelnek, akik a nemzeti szabadság és felemelkedés példaképeit jelentik számukra. Ha valamiben, hát jelentős történelmi személyiségekben nem szűkölködünk, hiszen nemzeti nagyjaink nélkül sehol sem lennénk. Alig ha ünnepelhetnénk a magyarság 1100 éves Kárpát-medencei tartózkodását, és azon belül a magyar állam alapításának 1000 éves évfordulóját. A honfoglalás és az államalapítás sem képzelhető el rátermett emberek nélkül. Később a török tette próbára a végvári vitézek bátorságát, meg annyi hőst adva a világnak. Daliás személyiségek sorát adta a reformkor is, amikor mi magyarok voltunk a világszabadság zászlóvivői, hogy végül a féle Parittyás Dávidként a magyarság leckésztesse meg 1956-ban Góliátot, a világ kommunista szuperhatalmát. Nagy idők nagy emberében van tehát választék bőven. Új utakon elől jártunk harcban, békében, ezer esztendőn keresztül, nem csak saját érdekünket tartva szem előtt, hanem az egyetemes emberi haladást és a világ fejlődését is szolgálva, amelyhez olyan kiemelkedő személyiségekre volt szükség, mint Árpád vezérünk, vagy Szent István, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, János király, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, hogy csak néhányat említsünk a legkiválóbbak közül. Nos, a vajdasági magyarok toplistája igen sajátos. Azt is mondhatnánk, hogy fejbeverő, amennyiben messze maga mögött hagyva történelmünk nagyjait, Tito marsall áll a lista élén. Nem Árpád vezérünk, akit az 562 felnőtt magyar nemzetiségű személy közül mindössze 7-en tesznek az első helyre. Sem Szent István, az államalapító, nem Nagy Lajos, akit senki meg nem említ. 16-an említik meg Hunyadi Jánost, jól lehet a harangok délben szerte a világon az ő nándorfehérvári győzelmének a tiszteletére szólnak. Hasonlóan mostoha sorsban részesül Széchenyi és Kossuth is. Egyedül Szent István királyunk emelkedik ki, ám ő is messze alatta marad Tito népszerűségének. A vajdasági magyarság 1100 éve visszamenően Titót tartja a legtöbbre. Ő a példakép. Polgártársaink úgy érzik, neki köszönhetnek a legtöbbet. Ez a kificamodott értékszemlélet, vagy sajnálatos tudatlanság, ki tudja melyikről van itt szó, önmagáért beszél. Múltunkat, jelenünket, jövőnket illetően mindent megmagyaráz. Ez van, ahogy Pesten mondják. Gondoljuk el, milyen kétségbejtő kisebb rendőrségi érzés kell ahhoz, hogy valamely nép nyíltan alábvalónak tekintse magát más népeknél, hogy saját történelme nagyjainál többre becsülje más népek vezetőit. Micsoda lelki meghasonlottság, zavarodott tudatállapot kell ahhoz, hogy egy népcsoport történetesen egy olyan szemét állítson példaképül maga elé, aki megtizedelte sorait, és nemzettudatának feladására kényszerítette. Mérvadó becslések szerint Tito partizánjai a II. Világháborút követően 40-60 ezer magyar embert mészároltak le, és a beolvasztási törekvés, amely Trianon óta folyamatosan érvényesül, sohasem volt olyan mértékű és sikeres, mint a titói időszakban, amely alatt több mint 100 000 lelket vesztettünk el. A felmérési adatok tükrében a vajdasági magyarság mintapéldánya lehetne a kilógozott agyú népeknek. Ilyen mérvű értékzavar kizárólag olyan népek esetében fordul elő, amelyeket szinte teljes egészében megfosztottak történelmi múltjuktól, önbecsülésüktől és a nemzettudatuktól. A délvidéki magyarságnak nem volt, és ma sincs autentikus szellemi vezető rétege. A drámai mértékben fogyatkozó, gazdaságilag fenyegetett, politikai szabadságában erősen korlátozott szellemi, kulturális téren sorvadozó népcsoport helyzete és jövőbeni kilátásai szempontjából én történetesen ebben látom a legnagyobb problémát. Nincsen olyan értelmiségünk,
amely magától értetődő feladatának tekinteni a magyarság érdekeinek a védelmét, a magyar népcsoport lelki, szellemi és kulturális felemelkedését. Nemzeti értelmiség híján a vajdasági magyarság nem jutott el addig a szintig, hogy közösséggé tudjon formálódni, közösségben tudjon gondolkodni. Serfőző Simon, már megint. Bedobva az utcáról, mennyi falevél ajtóm előtt. Az üzenetek annyira sürgősek a postás szélnek, meg se várva a holnapot, egész éjjel kézbesíteni kellett. Megtelek szorongással. Ki tudja, honnan érkeztek át város, netán ország határon. Jót nem jelentenek. A szegénység kér bennük segítséget? Vagy valahol a botok, öklök már megint magyarokat vernek? Puskák próbálgatják hangjukat, nem bírnak magukkal, újra kivagyiskodnak. Az értesítések, ki tudja, a közelgő őszről is szólhatnak, nem csak félős aggodalmainkról. Ha madarait nem is küldi még dél felé, hidegét itt fújja az utca sarkon. Serfőző Simon, mint minden reggel, mert felébredsz, felébred az ablak is, kivilágosodik. Kinyitod a szemed, s felsüt a nap, s ragyog, ahogy rám nézel. Majd öltözik a blúzod, szoknyád megfordul, hogy a tükörben oldalról is megnézze magát. Félsülködik a hajad, cipőd már szaladna, járná a várost, munkába sietne, szatyrod a boltba lenne tele, cipelhessed. Én meg hiányodtól téblábolok, botlak küszöbbe, fába. Szórós bozótot arcom tüskéjét vágom. Készülődök, mint minden reggel, hogy tollam nyomán ma is útra keljek, e háborús hangokat hallató időben jövőkeresőbe, neki a magasságnak, a lihegő kaptatókon fölfelé. Szent Mihály Szabó Péter, könyörgés. Uram, ne szólíts engem túl korán, rengeteg dolgom lenne itt. Még szinte semmit nem tehettem abból, ami majd megítéltetik. Ha most magadhoz hívnál, tudd, semmit sem fejeztem be. A könyveim mind elporladnak, elvész a munkám lényege. Tudom, csupán porszem vagyok, fűszál, mely út szélén kinőtt. Legyen meg a te akaratod, de kérlek, Uram, adj még időt. Nehol kerekeléket kerek dombecska, sózon nevelkedik egy édes almafa. Édes ez almaja, csak rassra virágja. Sallatta ül vala, marja szép illanó. Kötegeti vala maga kaszorúját, akbul csemeti bűl, kusai rúzsabul. Hólaval nem éri, liliumval fejzi. Hólaval nem éri, liliumval fejzi. Nehol kerekedik egy alag ösvenke,
sózon reszkedik egy fehér barankó. Jobboldalan viszi zádat napnak fényét, baloldalan viszi zádatodnak fényét. Szőre szállan viszi zepró csillagokat, se homlokán viszi mennyei harangot. Magyarország az én csendes szép hazám, oda fáj a gyenge szívem igazán. Magyarország az én csendes szép hazám, oda fáj a gyenge szívem igazán. Vigyel, vigyel, kedves lovam hazámig, hogy ne fájjon gyenge szívem sokáig. Én felülik a világ nagy lovára, de zabalát nem tettem a szájára. Ó, én édes jó Istenem, oltalom az segedelmem, vándorlásban ínségemben lágy kenyerem. Vándor fecskes szebes szárnyát, vándor legény vándor botját, vándor székely reménységét. Isten áld meg ősink földjét. Fecske hozott alán, édesanyja fészkire száll. Haza jöttünk megáldottó, csíksomjói Szűz Mária. Esze gyűltünk megáldottó, magyaroknak nagy asszonya. Petrás Máriának nagyon szépen köszönjük a közreműködést, és szeretettel köszöntök a folyóirat szerkesztősége nevében minden megjelentet. Remélem, hogy Petrás Máriának a kerámikusi vényáját is megismerik, és hozzájárulunk mi is egy kicsit az Aracs lapjain, hogy ezt az oldalát is jobban megismerjék. Gubás Jenő rövid visszatekintés az Aracs társadalmi szervezet munkájára. Az Aracs társadalmi szervezet alapítójaként szeretnék néhány szót szólni magáról a szervezetről, amely a folyóirat alapítója volt. A 90-es évek közepén, amikor a nagyhatalmak által összetákolt Jugoszlávia széthulló félben volt, egy szociográfia megírása kapcsán adatgyűjtés végett, néhány magyar falut kerestünk fel. Akkor döbbentünk rá, hogy ezek a települések milyen nagy szellemi és anyagi nyomorban tengődnek. Ez a felismerés feleségemmel együtt cselekvésre késztetett bennünket, de mivel ezt egyedi vállalkozásban észszerűtlen lett volna felvállalni, ezért hoztuk létre az Aracs társadalmi szervezetet. Nevét a középbánságban lévő Szent István által építetett, ma már csonkán álló romtemplomról kapta, amely szimbóluma a mind jobban fogyatkozó, mégis több mint 1000 éve itt élő délvidéki magyarságnak. A munkát könyvgyűjtéssel kezdtük, de könyválványokat, a templomoknak oltárterítőt, szentképet, szobrot is adtunk.
Szurványban élő magyar gyerekeket Szabadkán és Magyarországon nyaraltattunk, miközben a szociográfia is elkészült. A településeket járva felfigyeltünk arra, hogy az iskolák magyar osztályaiban, könyvtárakban, művelődési egyesületekben, a falakon csak a szerbség nagyjainak képei láthatók. Ezt ellensúlyozandó, több mint 1600 bekeretezett és keret nélküli képet osztottunk szét, többek közt magyar írók, államvezetők, a 13 aradi vértanú portréit is. Trianon után az összes szerb kormánynak, legyen az királyi, kommunista vagy liberális, mindnek az volt a célja, hogy az elrabolt területeken minden a magyarságra utaló emléket megsemmisítsen. Ezért határoztuk el, hogy emléktáblákat állítunk, bizonyításul, hogy itt magyar kultúrélet is létezik. Megalakulásunk második évében megalapítottuk az Aras díjat és az Aras érmet. Azokat jutalmazván, akik sokat tettek a délvidéki magyarságért, de nemhogy elismerést nem kaptak érte soha, hanem inkább üldöztetésben, börtönbüntetésben volt részük. A kitüntetettek Szervácius Tibor kisplasztikájában, amit maga a szobrászművész önként ajánlott fel, pénzjutalomban és díszoklevélben részesültek. Az érmet úgyszintén ingyen Kutas Ágnes készítette, ami ugyancsak pénzjutalommal és oklevéllel járt. Pár év után létrehoztuk az Aracs Főnix díjat is, amit a Kárpát-medence jeles személyiségei, illetve intézményeinek képviselői vehettek át, mint például a 10 éves Duna Televízió, Nemeskürti István, Szabados György, Sára Sándor, Böjte Csaba atya, Orbán Viktor Wittner Mária. 2001-ben Tomán László újvidéki író, újságíró egy levéllel fordult a szervezethez, azzal a javaslattal, hogy ismervén az Aracs eddigi tevékenységét és szellemiségét, indítson egy pártoktól független nemzeti elkötelezettségű folyóiratot, mivel az akkori délvidéki lapok vagy kommunista múlttal rendelkeznek, és a szellemiségük is ezt tükrözi, vagy jugoliberális vonalat követnek, uralják az itteni magyar médiát, és minden más szemléletet könyörtelenül eltipornak. Az igazat megvalva a nemzeti érzelmű értelmiségben már korábban is felmerült az igény egy ilyen jellegű folyóirat iránt, de sem erő, sem pénz nem volt addig az elindításhoz. A pénzkérdést főtisztelendő Utasi Jenő atya oldotta meg azzal, hogy az első szám nyomda költségeit magára vállalta. Abban bízva, ha már valami kézzel fogható eredményt felmutatunk, lehet, hogy a pályázati pénzek is beindulnak. A pályázatok valóban sikerrel jártak, de volt valami, amire nem számítottunk nevezetesen. A jugoliberálisok, érzékelve az egyeduralmuk veszélyeztetettségét, frontális támadást indítottak a lap ellen. Nacionalistának, magyarkodónak, sőt, dilettánsnak mondták, annak ellenére, hogy a Kárpát-medence neves gondolkodói írtak a lapba. Persze, ez a minősítés ma is jelen van, de annak ellenére, hogy az Aracsnak mindig szembeszéllel kellett dolgoznia, idén már a 16. évfolyamába lépett. A bajok azonban a társadalmi szervezetet, annak ellenére sem, hogy egy egész intézmény munkáját felvállalta, nem kerülték el. Egyes magyar pártok lehetőséget látva az Aracs társadalmi szervezetben népszerűségük növelésére befolyásuk alá akarták vonni azt. Mivel ez nem sikerült, elzárták a pályázati lehetőségeket. Ezért a tevékenységünk nagy részét fel kellett adnunk. Szerencsére a vezetőség ragaszkodott a folyóirathoz, és egy alapítvány, az Aracs Alapítvány létrehozásával megmentette a lapot. A pénztelenség és a kirekesztés Damoklész kardja még ma is itt lebeg a fejünk fölött. De a hallás segítőink erőt és kitartást adnak, hogy érdemes-e ez a küzdelem, ezt ítélje meg a hallgatóság. Köszönöm a megtisztelő türelmüket, dr. Gubás Jenő. Tisztelt egybegyűltek, most engedjék meg, hogy mint a folyóirat olvasó szerkesztője megosszak önökkel néhány gondolatot. 2004-ben a folyóirat első három évfolyamának anyagából állítottam össze egy válogatást, Határok szabdalta közérzet címmel.
az antológia hátlapján az olvasóknak szánt ajánlásként a következőket fogalmaztam meg. E kötettel megszületett a 21. századi nemzeti délvidéki értelmiségünk, pontosabban e könyv egybegyűjti a közösségben, nemzetben gondolkodókat, és bebizonyítja, hogy a délvidéki magyarság képes megfogalmazni és megjeleníteni kollektív érdekeit. 36 szerző, 56 írását veheti kézbe az olvasó, tényeken alapuló elemzések közérthető, olvasmányos formában. Személyes hangú magánvélemény közügyben. Érdes jegyzet vagy rettenetet szépen kimondó vers. Mind-mind azt fejezi ki, hogy milyen ennek a Kárpát-medencei, s elsősorban is a délvidéki magyarságnak a trianoni határok szabdalta közérzete. Kétségbeestő a kisebb rendűségi érzésünk, zavarodott a nemzettudatunk, s hogyha nem leplezzük le, hogy ennek előidézője a politikai történelmi körülményeken kívül a titoista magyar értelmiségi elit, idézőjelbe az elit, amely még mindig hatalmon van, és a köpönyek forgató mindig átvedlésre kész politikai pozícionáltak rétege. Ha nem harcolunk ellenük, akkor hiába fogalmazzuk meg a magyarként való megmaradásunk stratégiáját. Akkor hiába dolgozzuk ki a három pillérű autonómia koncepciót, az önálló anyanyelvi oktatásügyi rendszerünket az óvodától az egyetemig, hiába mutatunk rá az anyanyelvű közélet, a magyar szellemiségű kultúra és intézményrendszer szükségességére, hiába ész, erő és szent akarat, akkor elbukik minden törekvésünk. Kilátástalan? Egyenlőtlen a küzdelem? Igen. De el kell kezdeni, e kötetbe is kapaszkodva, hogy ne ráncson el a semmi sodra. József Attila szavaival élve ajánlja figyelmükbe a szerkesztő, eddig az idézet. A 2004-ben megfogalmazottak sajnos ma is időszerűek. Ma is még hatalmon van jó néhány titoista magyar értelmiségi, vannak köpönyek forgatók, s ha elveszítették pozíciójukat, minden áron vissza szeretnék szerezni. Talán amiben változtunk, hogy nem annyira zavarodott manapság a délvidéki magyarság nemzettudata, nem annyira kétségbeejtő a kisebb rendűségi érzésünk, mint ahogy még az Aras első számában dr. Hódi Sándor egy tanulmányában megfogalmazta. Csak remélni merem, hogy a pozitív irányvételhez némileg az Aras folyóirat másfél évtizedes léte is hozzásegített, és nem csak a nyomtatott megjelenésével, hanem az internetes hozzáférhetőségével. 15 évfolyam anyagával talán tudtunk némileg hatni a közérzetre, köztudatra. A küzdelmet nem csak elkezdtük, hanem igyekszünk megvívni nap mint nap. És sajnos a tornyosuló bajok nemigen csökkentek, inkább szaporodnak, mint például a népességfogyás, az elvándorlás. De a régi megbélyegzések is vissza-vissza köszönnek, mint például a magyarok gettósodása még ma is hallható. Ez akkor a legfájóbb, ha a saját sorainkból érkeznek ezek a minősítések. Példaként említek egy legutóbbit. Amikor az Újvidéki Rádió magyar közéleti vitaműsorában az egyik szerkesztő a kizárólag magyar egyetemisták számára felépített Európa Kollégium gettósodásáért aggódott. Vagy itt áll előttünk egy újabb kezdeményezés a többségi politikum részéről. A migráns invázió ürügyén kitalált kétnyelvű oktatás bevezetése a kisebbségek számára. A meghirdetett cél, hogy a más anyanyelvűek és más kultúrájúak megfelelően tudjanak integrálódni a többségi nemzettel. Ez ellen az asszimilációs törekvés ellen mindenképp fel kell venni a harcot, s ebben a médiának nagy szerepe van. Az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata idén augusztus 20-án lesz 15 éves. Ebből csaknem 5 éve Bata János főszerkesztő irányításával sikerült a Kárpát haza és a még szélesebb magyarság közéleti folyóiratává válnunk. Köszönet neki. Érte és az ingyen dolgozó munkatársaknak is köszönet jár, és csak remélhetjük,
hogy a mai budapesti bemutatkozásunk is elősegítheti, hogy még több figyelmet és támogatást kapjon a szerkesztőség céljai megvalósításában. Talán akkor majd egyszer a főszerkesztő felszabadulhat a pályázatírás és elszámolások kényszerű béklyói alól, és visszakaphatjuk őt, mint közírót, kiváló tolló alkotót, költőt is, hogy úgy, mint régen, csak nem minden számban megjelenjen az írása. Így legyen. Köszönöm a figyelmüket. Gubás Jenő, falurombolás szerbiai módon. Részlet. Szerbiában a falurombolás nem olyan drasztikus módon történt, mint ahogy az Ceausescu végigvitte Romániában. Itt alattomos, hosszantartó folyamattal állunk szemben, és nem csak a magyar falvak lerombolására vonatkoztatható ez, hanem Szerbia összes földműveléssel foglalkozó településére is. Az, hogy nekünk az előbbi jobban fáj és aggasztóbb, érthető, hiszen a magyarság legfőbb megtartói mindig a falvak voltak, és ezek pusztulásával a délvidéki magyarság kerül veszélybe. A délvidéki és különösen a bánsági magyar falvak pusztítása már évtizedek óta folyamatban van. Sőt, már az ide telepítésekkor, visszatelepítésekkor is rettentő sok nehézséggel kellett szembenézniük. Csak makacs kitartással és izzadságos embert próbáló munkával volt képes az ide települt magyarság megmaradni. Elég csak Muzlát vagy Székelykevét említeni. Ez utóbbit a Duna mocsaras ingoványa többször is megsemmisítette, de nem volt könnyű Észak-Bánság szikes talaján sem megkapaszkodni, otthont, iskolát, templomot építeni. Trianon után a délvidéki magyarságot ismét a pusztítás sújtotta. Az értelmisége részben elmenekült vagy áttelepítették, az itt maradtak jogait kegyetlenül megcsorbították, de ami a legfájóbb volt, hogy a magyarrá vált földbirtokosok birtokainak egy részét a földreform címén államosították, és Jugoszlávia passzív vidékeiről ide telepített önkénteseknek, dobrojovácoknak osztották szét. A magyaroknak ebből az úgynevezett földreformból semmi sem jutott. Minden magyar helység mellé egy-két szerb falut telepítettek, ami azt jelentette, hogy a délvidék elszerbesítése gőzerővel folyt. A legnagyobb csapást mégis az jelentette, hogy az elkobzott földeken a magyar munkaerő fölöslegessé vált. Szerencsére az ingyenföldhöz jutott új gazdák, mivel ehhez a nehéz munkához nem voltak hozzászokva, meg az, hogy a magyar ellenes hatalom úribb munkával kecsegtette a jövevényeket, még akkor is, ha az adott munkához nem volt képzettségük, gyorsan túladtak a birtokukon, ami könnyen jött, könnyen ment, és ez lehetővé tette, hogy a magyar falvak lakói ismét földhöz jussanak. Az izzadságos munka és a makacs kiállás, mint olyan sokszor, most is megtartotta és itt tartotta a magyarságot. A II. Világháború ismételten pusztította a délvidék magyarságát. Nem csak a háború pokla, sokkal inkább az utána bekövetkezett partizánok által végzett magyarírtás tizedelte meg ezt a közösséget. 40 ezer nemzettársunk vált a gyűlölet áldozatává. És még fel sem tudott ocsódni a bajból, bekövetkezett a padlássöprések és a bajusztépések időszaka. A falu lakossága, aki csak tudott, otthagyva a megszokott környezetét a városokba menekült, és ott az iparosítás maszlagától elbódítva, nagy megpróbáltatások árán új életet kezdett építeni. A falvak lakossága megfogyatkozott, de még tartotta magát. A fogyatkozást más is fokozta, ami szintén a kommunista állam magyar ritkító politikáját segítette. A hatalom megnehezítette a falusi életet, közben lehetőséget adott a világútlevél megszerzésére. Ezért a csak látszólagos jogokkal rendelkező kisebbségi magyarság a legjobb megoldást a kivándorlásban látta. A testvérháború szörnyű pusztítás vitt végbe, és most is más kisebbségekkel együtt a magyarság járt a legrosszabbul. A katonai behívók elől a férfiak tömegesen hagyták el otthonukat,
Majd amikor gyökeret eresztettek, a család is követte őket. Itthon maradtak az öregek, őrizni a vagyont, ami mind reménytelenebbé és értéktelenebbé vált. A magyar falvakat menekültek áradata lepte el, pokollá téve az őslakosság életét. Ma a szerbiai magyar falvak a pusztulásnak talán a legnehezebb napjait élik át. A katasztrofális gazdasági válság, a mezőgazdaság tönkretétele, a nagyfokú munkanélküliség, a teljes kilátástalanság, a munkaképes lakosságot az otthon feladására kényszerítik. Kanizsa monostor, Egyházaskér, Fekete tó, Hódegyháza, Tóba, Tamásfalva, Udvarszállás, stb. Csak idő kérdése, hogy mikor kerülnek Terján sorsára, ahol még a temetőt is felszántották. Terjánt Cséh Simon István elsíratta, de lesz-e valaki, aki ezekért a falvakért is hullat majd könnyet? Lesz-e valaki, aki e falvak magyar neveit az emlékezetben tartja? Vagy csak mint a múlt emlékei, a történelemmel foglalkozó írások lapjain lesznek megtalálhatók? A reménytelenség nyomasztja e falvakat, ahol a szerb lakosság gyűrűjébe fogva, a magukra hagyott öregek mindent feladva, beletörődve a megváltoztathatatlanban, várják az elmúlást. A bajt még növeli, hogy korábban a falvakból a városokba települt magyarság a szocialista gyáripar felszámolásával és a magánosítással, ami valójában az állami vagyon szabad rablását jelentette, állás és kereset nélkül maradt. Ezért számára vagy a kivándorlás maradt, vagy visszatérve a faluba, a mezőgazdaságban próbált talpon maradni. A földeket viszont a szerb új gazdagok vásárolták fel, vagy az állam a külföldiek kezére juttatta, akik nem a magyarság gondjait óhajtják megoldani. Az állam a nehéz szociális gondokat a mezőgazdasági termékárok leszorításával kívánja némileg csökkenteni, és így ismét a falu lakosságát sújtja. A hozzá nem értő kapkodó kormányintézkedések és az állandóan változó törvények lehetetlenné teszik a biztos, kiszámítható, folyamatos termelést, hisz a gazdaságot nem lehet egyik napról a másikra átállítani. Talán van még lehetőség arra, hogy egy gazdasági bizottság piacot találjon a horgosi burgonyának, az egyházaskéri fokhagymának, a szlovéniai és a magyarországi gyógyszertáraknál a hódegyházi és pádei kamillának, és újra lehet indítatni azt a jól működő liba felvásárló üzemet, amely a 60-as években százszámra vásárolta fel a kanizsamarostori libákat, mivel akadt egy ügyes szakember, aki erejét és szervezőkészségét latba vetve kiállt egy kis közösség megmentéséért. Nem kétséges, hogy az elmúlt, az ígérgetések, az okoskodó jó tanácsok és a szólamok ideje. Most már cselekedni, dolgozni kellene. Talán még nem késő. Radnai István, kék hold. Dülöngél az országút, elkoptak a vasúti sínek. A hó alá, mint vert hadsereg. Gondolnád, s gondolnám én, de hallom, hogy dúl az önzés, röpülnek a kövek, határtalan határon tömeg, 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 tömeg. Mi szörnyű szél, micsoda áradás partalan partok között, még riogat a holnap a téli napforduló előtt. Repül a pirkadat. A nap mint terrorista robban a láthatáron. Ajtóm sincs, ablakom, mintha Szíria költözne be. Álmaimban régi otthonok, az ördögárok s a pasaréti út. Halottak, lapos fejű halottak, a fejük megvan, csak felismerhetetlen. Egy keleti áradat már átvonult, utána csend, a hallgatás börtönfala.
a falon golyónyomok, mint az emlékművön. Itt új mátyások vadáztak, s mi rabszíjat viseltünk, nem aggancsokat. A hó alatt egy régi hadsereg. Arcuk kifagyott a sisak alól. Új barbár vonal közeleg. Csónakos a Stixen, a Hádeszbe kultúránk átevez. Dülöngél az országút, elkoptak a sínek. Minek, 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 minek. Sági Zoltán, Elvándorlás. A beilleszkedés viszontagságai. Részlet. A bevándorló alkalmazkodása szinte mindig csak a befogadó ország jelenlegi társadalmi, politikai, kulturális körülményeihez való alkalmazkodást jelenti. Soha, vagy csak nagyon-nagyon ritkán a befogadó ország múltjának teljes ismeretét is. Egy ország múltjának ismerete nélkül, beleértve annak mítoszait, tévedgéseit, sikereit és bukásait, nem lehet a maga teljességében részt venni egy nemzet jelenében, az őslakosokkal egyenrangon építeni a mát és a holnapot. Egyszerűen szólva, sohasem lehet olyan beilleszkedést elérni, amely azonos lenne az őslakosok helyzetével. Látnunk kell továbbá, hogy van érzelmi beilleszkedés is. A látszólag kielégítő vagy nagyon jó beilleszkedés nem jelent magától értetődően jó érzelmi beilleszkedést is, ami a szülőföldhöz és az új hazához való érzelmi viszonyulásban mutatkozik meg. Vegyünk egy példát. Amikor azt kérdezem az elvándorlók első, vagy akár a második generációjának tagjától, hogy kinek szurkol, amikor a befogadó ország és a szülőföld csapata valamilyen sportmérkőzésen vesz részt, szinte kivétel nélkül azt válaszolják, hogy a szülőföld csapatának. A bevándorlók érezhetnek hálát a befogadó ország iránt, amely lehetővé teszi számukra, hogy talpra álljanak, hogy gyerekeik jobb iskolát fejezzenek be, mintha a szülőföldjükön maradtak volna. Lehetnek, és legtöbbször azok is, jó polgárai a befogadó országnak, ahol szakmai és társadalmi elismerést kapnak. Olyan típusú szeretetet viszont az új hazájuk iránt, mint a szülőföldjük iránt, nehezen, vagy egyáltalán nem képesek érezni. Az érzelmeknek más logikájuk van, mint az értelemnek. Az érzelmek elsősorban a múltra utalnak. Amikor a szülőföldről érkezett sportolóknak szurkolnak, a bevándorlók saját múltjukért, benne saját magukért szurkolnak. A saját anyanyelvük iránti szeretetüket bizonyítják, amelyen először szólaltak meg, fejezték ki érzelmeiket, világlátásukat. Bizonyítják érzelmi kötődéseiket azokhoz az időkhöz, amelyek a múltban nem voltak ugyan mindig a legszebbek, de a sajátjuk volt. És az, hogy a mai napig csak a sajátjaiknak érzik, teszi őket ragaszkodóvá az azokból az időkből származó emlékeikhez. Érdemes megemlíteni még egy példát, amely bizonyítja, mekkora jelentősége van az új környezetbe való érzelmi beilleszkedésnek. A nemzeti ünnepek minden ország életében fontos dátumok. Ilyenkor értékelődnek fel az adott nép történelmileg fontos eseményei, a honvédőháborúk győzelmei, az ország szempontjából sorsdöntő lépések, stb. A megemlékezéssel járó ünnepek, a velük járó sajátos szertartások, többek között a nemzeti büszkeség, a nemzeti egység erősítését szolgálják. A bevándorlók, különösképpen azok első generációja vajon képes-e érzelmileg részt venni a befogadó ország nemzeti ünnepeiben? Reális fizikai jelenlétükkel minden bizonnyal igen, de olyan érzelmi bevonódással, mint ahogyan az őslakosok teszik, biztosan nem. Függetlenül attól, hogy a mindennapi élethez milyen sikerrel alkalmazkodtak. Valódi átok beilleszkedés nélkül évekig, évtizedekig idegen környezetben élni. Akik így élnek, fél életet élnek.
Idővel megszokják a beszűkült, szegényes, nyomorúságos életvitelt, olyannyira, hogy már meg sem jelenik bennük a jövőkép iránti igény. Vannak olyanok is, akik természetüknél fogva olyannyira begyökereznek a környezetükbe, amelyben korábban éltek, hogy azt elhagyva életük végéig gyökértelenség, otthontalanság érzésével élnek. Ők 5-10-20 év múlva sem tudnak beilleszkedni. Ők a beilleszkedés hiánya miatt az idegenben levés életfogytiglan tartó börtönének rabjai. Ma egyre kevesebb ember éli le egész életét egy helyen, egy utcában, egy faluban, egy városban, egy országban. A jövőben várhatóan ez még ritkábban fordul majd elő. Az elvándorlás okai objektívek és szubjektívek. Objektív okok a nehéz gazdasági helyzet, azok a politikai berendezkedések, amelyek nem biztosítanak minden polgár számára egyenlő emberi jogokat, vallási meggyőződésre, bőrszínre, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A szubjektív okok nem egyszer abból a hitből gyökereznek, hogy máshol mindig jobb, mint ahol az ember éppen él, hogy más országban lényegesen jobb életet lehet élni, mint a szülőföldön. Hogy valakinek az az értéke nem tud ott igazán kifejezésre jutni, ahol született, felnőtt, ahol barátok, ismerősök veszik körül, hanem egy teljesen idegen környezetben. A globalizáció, az egyes országokban gyorsan bekövetkező politikai és gazdasági változások, az elképzelhetetlenül felgyorsult információcsere, az egymástól sok tízezer kilométerre élő emberek között, a mind jobban megfizethetővé váló utazások olyan tényezők, amelyek a jövőben egyre kifejezettebben megerősítik majd az élet és munkakörülmények megváltoztatása mellett felsorakoztatható objektív és szubjektív érveket. Egy kis túlzással úgy is fogalmazhatnánk, hogy az élet és munkakörülmények változása a 21. század emberének sorsa. De vajon valóban képes-e szülőföldjét elhagyó ember az elvándorlással, a beilleszkedés elkerülhetetlen fájdalmait túlélve teljes életet biztosítani saját maga számára? Jankó Laura, Fák, Petrás Mária. A moldvai magyar ember élete kissé hasonlatos az árnyékba ültetett fa sorsához. Isten tudja, mi végre van, s viszi el majd valamire. A nyavajás szükséget úgy viseli magán, mint urak a szépen vasalt fehér inget. Még szerencse, hogy a jó Isten gazdag, ad a szegénynek is egy kis élő napot. Mert aki oda Moldovába születik, számára mindössze annyi adatik. Élő nap. Árnyékolt élő nap. Az élő naphoz világot kell teremteni, benne fényből építeni otthont, és házőrző békeangyalt állítani az ajtóba, ki a tolvajt, a támadót elvakítja, valahogy úgy, miként Sault Istennek angyala. Nem járhattam Petrás Mária útját, otthonát nem láthattam, de úgy képzelem, eféle utat járt be, házát eféle elemekből építette. Képzelem, írom, mert tudni nem tudom. Lassan 2 évtizede hallom, hallgatom énekét, zsoltáros vallomásait, és nézem, csodálom műalkotásait. Mindbe, mindegyik mögött pedig látom a moldvai magyar ember hitét, az égig emelt hitlétrát, a létra csúcsán a tűfoknyi rést. Szóval látom, hogy amerre Petrás Mária mutat, ott van, akire mutat. Ritka, futó szóváltásaink egy csonkaszót sem töltenének ki. Aféle szerzetesi magányban élünk, kívül inkább, mint a világban. És nem csak a színpadon, gyér találkozásainkon is a hallgatás, a botorkáló szavak közötti hosszú-hosszú csend a közös nyelv,
melyel egymáshoz fordulva beszélünk. De hát beszéltünk volna mi már valaha, aligha. Lám a szülőfölddel sem beszél az ember, csak hallgatja, hallgatná, ha szólna. Istennel sem beszél, csak mondja a magáit, mondja, ahelyett, hogy hallgatna, hallgatna Istenre. A megszólaltatott népdal, népének, a kerámiákban megidézett szentvilág mégis mindent elmond az emberről, aki énekel, alkot, aki magáról hallgatni szeret, aki csendjével van jelen a világban. Talán az orosz folklórból jegyezték fel a közmondást, mely arra int, imádkozzál, mintha a munka nem segítene, és dolgozzál, mintha az imádság nem segítene. Ha a mondás találós volna, s a végén azt kérdezni, ki az én válaszom Petrás Mária volna. Megtette a visszautat a kiűzetésig, hogy a bűnt s a belőle sarjadó félelmet valami másra, valakikre cserélje, az Isten szülőre, s az öléből elmaradhatatlan kis Jézusra, aki szentekkel népesíti be a világot, ott nem marad hely a rossznak. Csak hogy a rossz nem szeret kívül lakozni. Az ember legbelsőbb rejtekébe húzta meg magát, hogy ne lássák, ne érezzék, ne tudják. Nem elég, hogy nem állítunk neki szobrot, hogy bálványaink között nincsen helye. Istennel kell válaszolni meg annyi kísértésére. Erre példa számomra Petrás Mária egész élete és életműve. A bibliai példaképekből épülő művészi világban, az árnyékba ültetett fa alatt megpihenő menekülő szent család, Stabat Mater, korunk üldözött, kisemmizett, meggyalázott embere, ki így is, ennek ellenére is Isten képmása. Ki ne ismerne magára bennük? S ki ne tudná, ki ne tapasztalta volna már, hogy minél nagyobb, minél magasabb a kereszt, annál közelebb van az ég. Ezért szaporodik a sok-sok kereszt Petrás Mária műalkotásai között. 2016. Nagybőjt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönjük figyelmüket, köszönjük azt, hogy érdeklődésükkel, jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Néhány információt szeretnék csak mondani. Azon tisztelt szerzőinknek és munkatársainknak, akiknek egyébként postán szoktuk eljuttatni az aracsot, most át tudjuk adni a bejáratnál. Kérem a hölgyeknek majd mondják, hogy kiről van szó, mert ők esetleg nem ismerik föl önöket, nem ismernek föl titeket. Azok pedig, akik kedvet kaptak volna az aracshoz, ezután az est után, a bejáratnál 1000 forintos áron kedvezményesen megvásárolhatják. Azért mondom, hogy kedvezményesen, mert az előző évi számainkból ajándékkép kapnak a legújabb aracszám mellé egy-egy példányt. És azt hiszem, azt már mondták szerkesztőtársaim, hogy ebben a legújabb számunkban, ami 2 nappal ezelőtt került ki a nyomdából, és köszönet illeti ezért a Szabadkai Grafoprodukt nyomdát, hogy időnap előtt elkészítette kérésünkre a lapszámunkat. Tehát említették szerkesztőtársaim, hogy a legújabb lapszámunkban Petrás Mária alkotásai díszítik a folyóiratunkat is. Még egyetlen egy információ, a tavalyi év végén, közvetlenül az év vége előtt, a két ünnep között jelent meg Gyurkovics Hunor festőművész úr albuma, ami néprajzi gyűjteményként is tekinthető, grafikai albumként is, művészeti alkotásként is, amit szintén a bejáratnál 3000 forintos áron megvásárolhatnak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm megtisztelő jelenlétüket, köszönjük szépen, minden jót kívánunk!